Köszöntöm nézőinket, az Aktuálisan folytatjuk műsorunkat. Hamarosan, szombaton véget ér az idei alkotótábora a Békéstáji Művészeti Társaságnak a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelep, ami idén már a 13. alkalommal várta a művészeket itt Békéscsabán. A mai vendégünk Lonovics László, a Művészeti Társaság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez már a 13. ilyen alkotótábor volt. Idén 12 művész vett részt rajta, 6-an házigazdák és 6 vendég. Kik érkeztek el idén ebbe az alkotótáborba? Mint általában az elmúlt évekhez hasonlóan leginkább a szomszédos országokból, a korábbi években elsősorban Békéscsaba testvérvárosából hívtunk meg művészeket, azzal a céllal úgymond, hogy együttműködjünk a város kulturális kapcsolatainak ápolásában, és az idén 3 országból érkeztek hozzánk vendégek, Szlovákiából, Lengyelországból és Szerbiából. Közülük van olyan résztvevő, aki az idén 6-odjára vesz részt, talán név szerint is megnevezném, Pavol Ruszko, aki a Rózsegyi Katolikus Egyetem docense, nagy örömmel jött el az idén is. Ő már szinte akkor hazajár Békéscsabára. Mennyire ideális létszám, amikor 12 alkotóművész együtt dolgozik? Hát úgy gondolom, hogy ez a minimális létszám, de azt hiszem, hogy a létszám limit az vannak okai ilyen értelemben. Ugye a külföldi művészek számára szállást kell biztosítani, és a gazonszálló biztosítja a külföldiek számára szálláshelyeket. Ennyi a rendelkezésre, tehát 6 külföldi művész tudunk elszállásolni. És hát nyilván vannak anyagi korlátja is annak, hogy nagyobb létszámban nem tudunk hívni művészeket, mivel a meghívott művészeket ugye étkeztetni kell, kulturális programot kell számukra biztosítani, némi festéket és vásznat is vásárolunk neki. Körülbelül az a összeg, ami a támogatóktól összejön, az ennyire ad lehetőséget, de úgy gondolom ez a 12 fő, ez egy nagyon jó létszám, úgymond mégiscsak biztosítja azt, hogy többféle ember, többféle szemlélet, többféle alkotói módszer találkozik itt ez alkalommal a művésztelepen. Mennyire tudnak ilyenkor egymás számára inspirációt jelenteni? Hát ez egy jó kérdés, mert tényleg a művésztelep, hát talán mondhatnám, két fő célja határozható meg. Hát talán említeném először azt, ami a művészeti szempont és alkotói szempont. Tehát a művésztelep az nem egyszerűen arról szól, hogy a művészek ott egy hétig alkotó munkát folytatnak, mert ezt egyébként azt tudják otthon is csinálni. Ez egy olyan alkalom, amikor tényleg a művészek találkoznak egymás alkotói szemléletével, törekvéseivel, és ilyen értelemben az inspiráció csak olyan módon értelmezhető, hogy nem egy ilyen plágiumszerű egymás másolása az, ami ebből következik, hanem inkább azt mondanám, hogy a művészek egy picit a mások törekvéseiben látják meg a saját törekvéseiket, és tudják az ő művészeti értékeiket valamihez viszonyítani. Ez nagyon fontos dolog, ugyanúgy, mint a tudományban, itt a művésztelepen is számtalanszor érezzem én is gyakorlatilag, hogy az ember egy picit frissül, mások szemléletéből valami olyan billenti meg a saját stílusában, amely egy megújulásra készteti, és úgy gondolom a művészetnek, legalábbis annak a művészetnek, amit én művészetnek tartok, ez a célja. A másik dolog, hogy a művésztelepek nem csak arról szólnak, amint említettem, hogy születnek alkotások, hanem arról is szólnak, hogy itt tényleg nem csak az ottan készült munkák hatnak úgymond egymásra, hanem a mai technikai lehetőség biztosítanak olyan feltételeket, amelyek egy-egy életmű is bemutatható. Tehát estéként szimpózion jelleggel előadásokat, prezentációkat tartunk rendszeresen, és azt is meg kell jegyeznem, hogy
legtöbb alkotó úgymond művészeti egyetemeken és művészeti középiskolákban tanítanak is, és az ott tani hallgatói, illetve tanulói munkákat is megmutatják, úgymond egy módszertani vásárként is fogalmazható, tehát mindenképpen hasznos. És hát ugye a nem elhanyagolható szempont az is, hogy a társaság célút tűzte ki még megalakulása akkor, hogy valamelyest egy olyan szerepet töltsön be a térségbe, egy olyan úgymond célt, amely az megye, illetve a város kulturális életének aktív részesévé váljék. Tudjuk, hogy Békés Csabán nyáron is elég gazdag kulturális kínálat van, és ebbe a kulturális kínálóra úgy gondolom a művésztelep kiállítása, illetve az az alkalom, amikor kimegyünk a főtérre szerdai napokon, és délelőtt ott találkozunk a közönséggel, és a közönség találkozunk az alkotóval, az alkotás közben, ez közelebb hozza a képzőművészetet az alkotókhoz, a befogadókhoz, és remélhetőleg majd ugye a kiállításon is nagy számmal részt szoktak venni, most is ez alkalom is így volt. Ugye ez valószínűleg ez volt az egész hétnek a legizgalmasabb része, amikor a nézőkkel, a járókelőkkel találkozhattak a festők a Szent István téren. Milyen volt a hangulat ott a főtéri festés napján? Hát megpróbáljuk ezt úgy csinálni, hogy az egy ilyen természetes dolog legyen. Ugye nem feltétlenül kötelező a résztvevő művészek számára úgymond a látványból kiindulni, de többen, sőt magam is azt tettem, hogy a város templomát és a katolikus templomot ugye együtt ugye festettem le látványszerűen, de van, aki vicces, játékos formában bevonva a gyerekeket, a járókelőket, egy vászonra megkérte őket, Pavol Ruszkov például, hogy mindenki szignózza a vászon közepét, a gyerekek belefesthettek, és hát nyilván utána ő egy részt még kiegészített festető is rá, tehát ez egy interaktív lehetőség volt így, és azt tapasztalom, azt hiszem már 5. éve így van, hogy egyre többen jönnek és nézik, polgármester úr is kijött és meglátogatott minket, úgyhogy van egy érdeklődés, úgy már előtte is jelezték, amikor Facebookon én megosztottam ezt a hírt, hogy akkor majd jönnek és akkor majd nézik. Közben az ember fest, és akkor jönnek olyanok, akik szintén festenek, akkor kérdezgetnek, hogy hogyan kell ezt kikeverni, meg hogy csináljuk, meg mint van. Tehát ez egy jó alkalom. Nem is gondolná az ember, hogy ennyi mindenkit érdekel a festészet, akár még az utca emberét is. Ez meglepő, hogy ennyien érdeklődnek a művészeti ág iránt? Hát most mondjam azt, hogy a képzőművészet ma nem olyan szerepet tölt be, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy ugye a Munkácsi trilógiát azt végig hurcolták, már idézőjelbe téve, Európa nagyvárosaiban, és ott az egy látványosság volt, 100 000-es nézőszámok voltak. Ma a képzőművészet ilyen számokkal nem dicsekedett, de azt hiszem, hogy az alkotásnak a folyamata az mindig egy kicsit csoda. Tehát amikor oda kimegyünk, ott van egy fehér vászon, és a vászonot egy fél óra múlva már látszik valami, aztán egy óra múlva, hogy kirajzolódnak, az mindig az átlagember számára egy pici csoda, és ezért van tényleg ez irány van érdeklődés, és sokan festenek kettelésből is. Egész más lehet úgy látni egy elkészült festményt, hogy az ember belepillant az alkotás folyamatába is. Erre azért ritkán adódik lehetőség. Hát igen, mert azért általában képzőművészek szemérmes emberek, és akkor ugye a műterem magányában, hát úgymond az indiszkrét dolgok, hogy be lehetett tekinteni. Itt most ezt a gátlást levett köztük, és ott kimegyünk, és sokszor az ember téved, tehát azért az alkotás az nem úgy van, hogy minden lapra sikerül. Ez egy párbeszéd a színekkel, a formákkal, és az sokszor téved az ember, akkor azt korrigálja, és amikor hát úgy véli, hogy na, kész van, akkor viszi a közönség elé. Tehát ilyen értelemben egy picit ez ilyen, úgymond halálukrás is, de
vállaltuk. Mennyire lett színes a végeredmény? Most a művészeti társaság, illetve az alkotótábor végeredményét, amik készültek festmények, azt a Munkácsy Mihály Múzeumban egyrészt, másrészt a Csaba Gyöngyében is meg lehet tekinteni. Mi mindennel találkozhatott a közönség? Hányféle művészeti stílus keveredik? Igen, tehát ugye vannak olyan művésztelepek, ahol meghatároznak valamilyen témát, akkor a köré ugye az alkotók valamelyest abban a témakörben próbálnak a többféle stílusban, szemléletben létrehozni alkotásokat. Mi ilyen kötöttséget soha nem írtunk elő. Talán az egyik fontos szempont, rövid az idő. Tehát, hogyha kéthetes időtartamban ugye lehetne kísérletezni. Tehát mindenki hozza a saját alkotói szemléletét, stílusát, és abban itt valami módon egy picit megújulva valami új alkotást ad létre, és ezek az alkotások a leghagyományosabb értelemben vett leképező, tehát látványszerű alkotások, ami az nem jelenti, hogy minőségben rosszabb lenne, csak ugye a ma is vannak olyan alkotások, amelyek majdnem, hogy teljesen realista stílusban készülnek, illetve van az ellenkező véglet is, ami geometrikus, absztrakt stílusban készültek, és közte sokféle szemlélet érvényesül. Én úgy gondolom, hogy ez a mai kortárs képzőművészetnek általános jellemzője, ez a stílus pluralizmus, amelyben a nagyon sokféle szemlélet él együtt egymás mellett. A legfontosabb az, hogy abban a stílus kavalkádban, az egy szemléletben, abban mindegyik a maga minőségében értékes legyen. Ebben biztos vagyok, hogy ezt meg is lehet találni, és lehet is utána később is találkozni ezekkel a festményekkel, hiszen egy-egy alkotást a művészek a város számára felajánlanak idén is, ez most már ugye régi szokás. Milyen érzés újra találkozni a képekkel a közintézményekben? Hát igen, ugye én is Békés Csabai lakosként ugye megfordulok az okmányirodában, a városháza bizonyos szobáiban, és ott rendre találkozom azokkal a képekkel, amelyeket annó a művésztelepen készítettünk, és hát ez jó érzéssel tölt el, mert nem raktárban vannak, hanem ott díszítik, és gondolom a ott dolgozók örömére szolgál. Így az idén is ugye a város támogatását megköszönve a Szent István térben készült 12 darab alkotást és a külföldiek még pluszban készített 6 alkotását, összesen 18 képzőművészeti alkotást fogunk a város számára átadni. Reméljük, hogy akkor minél többen megcsodálják majd ott is a képeket, illetve a kiállításon is. Meddig találkozhatnak még a látogatók a kiállításon? Tehát augusztus végéig tekinthető meg a kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum honfoglalók termében, illetve a úgynevezett Festők a téren című szabadtéri festés alkalmával készült alkotások pedig a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Békéstályi Galériában tekinthetők meg. Reméljük, hogy minél többen megnézik majd ott a képeket. Nagyon szépen köszönjük el. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Lonovics Lászlóval, a Békéstályi Művészeti Társaság elnökével beszélgettünk az idei művésztelepről. Köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!